Mentik a menthetőt, mintegy százan dolgoznak a kárelhárításon a jégverte szatmári térségben. A friss felmérések alapján már 1000-hez közelít a károsodott épületek száma. Trükköztek az adóval. Folytatódott a Vasvári Baromfi Kft. Áfacsalási ügye a nyíregyházi törvényszéken. A gyanú szerint 1 milliárd forinttal rövidítették meg az államot. Jó búzatermés várható. Az esős időjárás miatt még fontosabb a növényvédelem idén nyáron a búzatermesztésben, azonban ennek ellenére is jó termésre számítanak a gazdák. Mintegy százan dolgoznak a kárelhárításon a jégverte szatmári térségben. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Önkormányzati és önkéntes tűzoltók, valamint önkéntes mentő szervezetek a jégeső miatt megrongálódott épületek fóliázását, mentését végzik. A friss felmérések alapján már 1000-hez közelít a károsodott épületek száma. Ez a látvány fogadja az Uszkára érkezőket. A településen 77 épületet rongált meg a vihar. Őri Sándor uszkai lakos épp azt mutatja, hogy a vihar nem csak az épületekben, az autókban, illetve hátul a veteményesben is hatalmas kárt okozott. Köszi égek voltak, és nem is akármilyenek. Hát tojás nagyságú, simán. Nem sima jég, hanem a rügykös jég. A jég a 8-10 milliméteres palát is átszakította. A katasztrófa védelem és az önkéntesek éjszaka is dolgoztak, hogy lefóliázzák a viharvertető szerkezeteket. Autót is kettőt összetört a vihar, lakást hármat, a melléképetet totál károsát, tiszta lyuk, hát olyan tojás nagyságú lyukak vannak, hogy a személykocsin is lehet látni, a tető részeken is, szóval totál kárá vágott mindent. Az ugorkát több mint 3 kilométert legyepárt, úgyhogy nem is akár, hogy nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, hogy nem. A település polgármestere abban bízik, a kormány egy rendkívüli kormányrendelet bevezetésével segíti majd a helyieket, a legtöbb itt élőnek ugyanis biztosítása sincs. Ebből a házból még kedd este kiköltöztették az itt lakó családot, mivel a padlásszerkezet annyira megsérült az épületben, hogy valószínűleg le is szakad majd. Az egyik ház lakhatatlanná vált, életveszélyessé vált, úgyhogy azonnal ki kellett a lakókat költöztessük belőle a bútoraiakkal együtt. Ez egy kis család volt, egy anyuka két kis gyermekével. Szerencsére találtunk egyelőre átmeneti megnyugtató megoldást a számukra. Az idősek napközébe költöztek be, és a bútoraikat is oda mentettük át. Várjuk minden percben a statikusokat, a katasztrófa védelmi szakemberek már intézkedtek ez irányba, hogy a házat fölmérjék, hogy egyáltalán megmenthető. Több itt élő is azt mondta, ekkora vihart még nem tapasztaltak korábban, mint amilyen a héten volt. A katasztrófa védelem már előzetesen is milliárdos károkról beszél. Jelenleg majdnem 1000 házat érintett ezeken a településeken a bekövetkezett viharkár következménye. Jelenleg kb. 85%-ával már a kollégák végeztek olyan szinten, hogy a elsődleges védekezést elvégeztük, befóliáztuk a tetőket vagy a padlást, hogy a további esetleges bekövetkezett esőzés ellen megvédjük a lakóházakat. Rozsályban is egész nap dolgoztak a szakemberek és az önkéntesek. A hétfői vihar 3 hullámban rongált a szabolcsi településeken. A kárszakértők csütörtökön kezdik majd munkájukat. A szatmári katasztrófa nem csak az ott élők vagyonában, a lelkükben is károkat okozott, mondta a nyíregyházi sajtótájékoztatóján Halmi József. Az MSZP megyei alelnöke szerint most politikától mentes összefogásra van szükség ahhoz, hogy segíteni tudjanak a rászorulókon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, nem csak gondolom, tudom, az egy bajba összefogó emberekből áll, és segíteni fognak, ha a segítségnek van koordinációja, és ebbe kérjük kormány megbízott urat, a megyei védelmi bizottság elnökét, a helyi védelmi bizottság elnököket, a polgármestereket, hogy jelezzék felünk, mire van szükségük, és hova juttassuk el, és ebbe a Magyar Szocialista Párt élen fog járni, szerepet fog vállalni abban, hogy az ottani lakosoknak nyújtson segítséget, hogy nagyobb káruk már ne legyen. Visszautasítják Lengyel Máté jobbikos politikus tegnapi sajtótájékoztatóján tett kijelentéseit Minnai Győző és Petneházi Attila fideszes országgyűlési képviselők.
Mint arról beszámoltunk, Lengyel Máté azt mondta, 23 milliárd forint plusz állami támogatást jelenthettek volna Nyíregyházának, Schneider Tamás jobbikos országgyűlési képviselő 2017-es központi költségvetésre vonatkozó módosító javaslatai. A Fidesz két politikusa szerint viszont a kijelentések megdöbbentő tájékozatlanságról tanúskodnak, és alkalmasak arra, hogy félrevezessék a közvéleményt. Nyíregyházán a következő években jégcsarnok és atlétikai centrum épül, teljesen kiépül a nyugati elkerülő út, átépülnek a közlekedési csomópontok, új buszokat kap a város. Összességében több mint 100 milliárd forint értékű fejlesztés jön létre 2020-ig bezárólag. Pont azok a fejlesztések, amelyeket Lengyel Máté hiányol, áll a közleményben. Folytatódott a Vasvári Baromfi Kft. Áfacsalási ügye a nyíregyházi törvényszéken. A céget 2011-ben azzal gyanúsították meg, hogy fiktív számlák segítségével 1 milliárd forinttal rövidítette meg az államot. A vád szerint trükközésekkel jogosulatlanul igényeltek vissza áfát. A bíróság ma a cég volt közgazdászát hallgatta meg. Bár 20 tanút idéztek meg a mai tárgyalásra, alig voltak a teremben a nyíregyházi törvényszéken. A vádlottakat saját kérésükre nem mutathatjuk. Az ügy 2010-ben kezdődött, akkor kezdett nyomozni a NAVA Vasvári Baromfi Kft. Ellen. A vádirat szerint a cég ügyvezetője az elsőrendű vádlott, aki nem jelent meg a tárgyaláson, és főkönyvelője a másodrendű vádlott megállapodott a harmad és negyedrendű vádlott cégével arról, hogy azt címlelve, hogy unión belül exportálják termékeiket, azt átadják a cégnek, hogy azok azt belföldön értékesítsék. Így az áfát a vádirat szerint jogosulatlanul tudták visszaigényelni. A gyanú szerint 1 milliárd forinttal károsították meg az államot. Fintor Nóra bíró ma többek között a Vasvári Baromfi Kft. Korábbi közgazdászát hallgatta meg, aki a számlákat ellenőrizte. A bíró felolvasta a nő korábbi vallomását is. A Vasvári Baromfi Kft. Részére a Transit Húsker Kft. Adta el az élő sertést, azt nem tudom megmondani, hogy honnan érkezett az. Kérdésre elmondom, hogy a Dobhús Kft., illetve a Vasvári Baromfi Kft. Valamennyibe jövő számláit én ellenőriztem. A tárgyaláson szóba került a Transit Húsker Kft. Is, amely cég a NAV 2015. januári szégyenlistáján az első helyen volt 6,5 milliárd forintos adótartozással. Sajtóhírek szerint a cég egyik tulajdonosa, az a V. Zoltán volt, aki harmadrendű vádlottként ma szintén nem jelent meg a tárgyaláson. Orvosi igazolással akarta kimenteni magát, de ezt a bíróság nem fogadta el, védője fellebbezett. A 2013-ban kezdődött per tanú meghallgatásokkal folytatódik. A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó folytatólagosan üzletszerűen és bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás büntettét a BTK 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetheti. Az esős időjárás miatt még fontosabb a növényvédelem idén nyáron a búzatermesztésben. Azonban ennek ellenére is jó termésre lehet számítani az előzetes beslések szerint. Ezt a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára közölte, valamint egy megyei gazda is megerősítette. Az aratás hamarosan elkezdődik, országos szinten közel 5 millió tonna búza kerül majd a magtárakba. Ezen a 3000 hektáros területen is jó aratási eredményekre számítanak témáron. Magyarországon mintegy 1 millió hektáron vetettek őszi búzát, ebből az előzetes becslések szerint közel 5 millió tonna jó minőségű búza kerül majd a magtárakba. A gabonák már az érés elét mutatják, hagyományosan június 29-én, Péter Pál napján kezdődik az aratás. Ezek az ászlós levelek, ezek még gyakorlatilag zöldek és egészségesek, és június 22-én vagyunk. Tehát ez a termés minőségének az egyik alapfeltétele, hogy ez minél tovább egészséges és zöld maradjon. Az ászlós levél a növényen a kalász alatti első levelet jelenti. A legtöbbször ennek a védelmére kell összpontosítani, hogy minél tovább zöld maradjon. A növényvédelemben is a megelőzés a legfontosabb szempont. A különböző készítmények is akkor nyújtanak védelmet, ha időben használják azokat. Magyarország jelenlegi szélsőséges időjárása miatt, amíg az egyik területen a szárazsággal küzdenek, a másik településen az eső okozza a problémát a búzánál. A növényeket az időjárási viszontagságon túl több betegség is megfertőzheti. Ami ellen a védekezéseket irányítjuk a gyomokon kívül, azok a levél és a kalász fertőző gombák. A levélgombák közül a lisztharmat, a helmintosporium és szeptóriás betegségek, ezek a legjellemzőbbek, és ugye hát a retteget betegség a kalászfuzáriózis.
És nem említettem itt a rozsdabetegségeket, amik Magyarországon elég ritkán ütik fel a fejüket, viszont amikor felütik, akkor annál nagyobb kárt tudnak okozni. Ebben az évben is Mezőköves környékéről érkeztek olyan visszajelzések, hogy közepes vagy erős sárga rozsdafertőzést regisztráltak. Némely kórokozó olyan mértékben fertőzi a kalászt, hogy az átlagosan évi 2 gombaölőszeres védekezés nem elég a termésnek. Erre főleg húzamosabb, esős években van esély, és már idén is volt szükség pótvédekezésre Magyarországon. Baleset történt tegnap délután a 41-es főútvonal nyíregyházi bevezető szakaszán. Egy teherautó vezetője szabálytalanul váltott sávot, és így maga elé fordított egy személyautót, amit mintegy 60 méteren keresztül tolt maga előtt. Személyi sérülés nem történt, az okozott anyagi kár azonban jelentős. Ismét minősíti a megyei adózókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A témáról a folytatásban, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradónkban. Jövőre tovább növelik a tervek szerint az értékteremtő rendezvények támogatását, jelentette be a kultúráért felelős államtitkár a Magyar Színházak 28. Kisvárdai Fesztiválján. Az NB1B-re készülhet a Marsó Nyíregyháza. A szövetség keddi elnökségi ülésén a másodosztályban bajnoki címet szerző Vasas jelezte, hogy beadja nevezését az A csoportra, így az élvonalból kieső nyíregyháziak számára maradt a másodosztály. Ismét minősíti a megyei adózókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A besorolása a június 30-ai állapot alapján történik, eredményeként pedig a vállalkozások a kockázatos vagy a megbízható kategóriákba kerülnek. Még nem késő rendezni az esetleges adótartozásokat ahhoz, hogy az idei második minősítési időszakban megbízható besorolást kapjanak a vállalkozások. Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében 15 000 adózót minősít a hivatal, az előző negyed évben közülük 5400-an voltak megbízhatók, kockázatos adózó nem volt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal cégbejegyzésre kötelezett adózókat, illetve az ÁFA regisztrált adóalanyokat minősíti negyedévenként. Ez azt jelenti, hogy az adózói életutat figyelembe véve az adóalanynak a 3 évet meghaladó adózói múltját tekintjük át. Hogyha nem áll csődeljárás alatt, illetve felszámlás alatt, vagy nem rendelkezik 500 ezer forintot meghaladó adótartozással, akkor a minősítése megfelelő lehet. Azonban, hogyha ezek fennállnak, akkor kockázatos adózónak minősítjük. A megbízható adózók az általános eljárási feltételektől kedvezőbb eljárásban részesülnek. Például első alkalommal nem mulasztási bírságot kapnak, csak figyelmeztetést. Jövőre tovább növelik a tervek szerint az értékteremtő rendezvények támogatását, jelentette be kedden este az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára a Magyar Színházak 28. Kisvárdai Fesztiválján. Hoppál Péter elismerte továbbá Tompa Gábor, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgató főrendezőjének munkáját, aki 25 éve vezeti az intézményt, és társulatával világszínvonalú produkciókat hoz létre. A Művészetek Házában a bukaresti Nottara Színház Tompa Gábor rendezte az Új Bérlő című előadása előtt tartott ünnepségen, az igazgató főrendezőt köszöntötte Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere, aki elmondta, a színházi szakember olyan formavilágot alkotott, ami csak rá jellemző. Hoppál Péter köszöntőjében kiemelte, a valódi reneszánsz ember vezette társulat produkcióiban ötvözi a progresszív és kísérletező színház lehetőségeit. A Magyar Színház művészet világszínvonalú, ehhez tehetséges művészekre és értő közönségre van szükség. Ezért is növelik meg a jövőben a fesztiválok támogatását. Kisvárdára szüksége van a szakmának, és szüksége van a közönségnek is, úgyhogy mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a magas színvonalú kulturális fesztiválok körében a pozícióját tovább erősítsük. Ennek érdekében egy vidéki fesztivál keret nyílt meg az idei esztendőben, amiben már bekerült állami támogatással a Kisvárdai Fesztivál, de a jövő évben abban bízom, hogy az eddig 45 milliós keret és az idén megnyíló 5 millió forintos támogatási sor, az tovább tud bővülni és egy stabilitás biztonságot adhat a Kisvárdai Fesztivál hosszú távú finanszírozására.
Tompa Gábor direktori és rendezői munkája mellett oktat is. Igazgatásának 25 éve alatt a kolozsvári Állami Magyar Színház világhírű színházi műhelyé vált, előadásaikat számos fesztiválra meghívják, Avignontól kezdve Bogotán át Koreáig. A direktor szerint munkájának elismerése nem csak neki szól. Enélkül, a nagyszerű együttes nélkül nem lehetett volna a kolozsvári színháznak eljutnia oda, hova eljutott, és akik bíztak bennem, bíztak abban az elképzelésben, amit hosszú távra gondoltam én annak idején, mert hiszen egy-két év alatt ezeket az elképzeléseket lehetetlen megvalósítani, nekik köszönhető, nélkülük nincs csak elmélet. Tehát ők azok, akik tulajdonképpen megvalósították, megtörténté tették ezeket az álmokat, és így úgy érzem, hogy ez az elismerés mindenképpen egy együttesnek az elismerése. A Kisvárdai Fesztivál előadásaira a hétvégéig várják a színházbarátokat. A zsűri által megítélt díjakat a szombati záró rendezvényen adják majd át. Az NB1-re készülhet a Marsó Nyíregyháza. A szövetség keddi elnökségi ülésén a másodosztályban bajnoki címet szerző Vasas jelezte, hogy beadja nevezését az A csoportra. Így az élvonalból kieső nyíregyháziak számára maradt a másodosztály. Ez már nem a levezetés, de még nem is a felkészülés. Azok a nyíregyházi játékosok pattogtatnak a Kontinentál arénában, akik szeretnék karbantartani magukat a nyári időszakban. A kosarasok keddig még reménykedhettek abban, hogy a kiesés ellenére az élvonalban folytathatják, ugyanis az elmúlt 3 évben a másodosztály bajnoka nem vállalta az átcsoportos szereplést. A legutóbbi győztes Vasas viszont jelezte az MKOS elnökségének, hogy nevez a legmagasabb osztályba, így ezzel eldőlt a nyíregyháziak sorsa a 2002-2003-as szezont követően ismét B-csoportos meccseket láthatnak majd a szurkolók. A játékos keretet is ehhez igazodva alakítják majd ki a klub vezetői. Alapvetően mindenféleképpen az lett volna a cél, hogy egy nyíregyházi magot tudjunk megerősíteni. Tudom, hogy ezt már többször elmondtuk és többször beszéltünk róla, viszont úgy gondolom, hogy mindenféleképpen kell az, hogy legyen egy olyan keretünk, ami a helyi játékosokra épül. Mindenféleképpen ezt kellett volna megszilárdítanunk. Szeretnék megegyezni minél hamarabb a Nyíregyházán játszott, eddig is Nyíregyházán játszott játékosokkal, és szeretném, hogyha jövőre is a mi csapatunkat erősítenék, és olyan mérkőzéseket tudnának játszani, amikben ők önbizalmat szereznek, és egy nagyobb tapasztalatot ahhoz, hogy minél hamarabb a legjobbak között játszhassanak újra. Sitko Jernő elmondta még, hogy szombaton 4 korosztály számára nemzetközi 3x3-as kosárlabda tornát rendeznek Nyíregyházán. Szerb és horvát csapatok mellett pályára lép majd a magyar felnőtt és univerziádi válogatott is. A második helyen végzett a rakamazi futballcsapat a megyei másodosztály alukonstrukt csoportjában. Ennek ellenére a visszalépések miatt jó esély van arra, hogy a Madalina György által irányított együttes ősztől a megyei első osztályban szerepeljen. Az elmúlt év őszén 2 csapat, a Balkán és a Rakamaz jelentkezett be a bajnoki címért a megyei másodosztály alukonstrukt csoportjában. A 9. fordulóig fejfej mellett haladtak a riválisok, akkor Balkányban 2-0-ás vereséget szenvedett Madalina György együttese. Legközelebb a 24. fordulóban veszítettek pontot Deméjék, akkor ismét a Balkány örülhetett a mérkőzés végén. Így végül 28 győzelemmel és 2 vereséggel a második helyen végzett a Rakamaz, amely a szezon zárásaként megnyerte a Magyar Kupa megyei sorozatát. Attól függetlenül, hogy rúgtunk 165 gólt, 24-et kaptunk, és szereztünk 84 pontot, 2 vereségünk volt, azért én helyén kezelem ezt a dolgot, bár gondolom, hogy ha ezzel se lennénk elégedett, akkor megkérdeznék tőlem, hogy látott-e már orvos, de mondom, én helyén kezelem, mert egy Balkány elleni mérkőzésen is előjöttek azok a dolgok, hogy egy komolyabb mérkőzésen már nem tudtunk úgy ráhangolódni, már mentálisan nem voltunk olyan paszba, hogy ezt meg tudjuk oldani, és a Magyar Kupába összehozott bennünket 2 olyan csapattal a sorsolás, mint a Nagyecsed és a Sénnyő. Aztán szerencsére, hogy ezeken a mérkőzéseken ezek az én aggályaim,
hogy nem tudunk úgy fölnőni a feladathoz. Ezek elmúltak, mert mind a két csapat ellen játszottunk egy nagyon jó mérkőzést, és szerencsénk volt, hogy meg is tudtuk nyerni. Bár a nevezési határidő július 1-e, biztosnak tűnik, hogy a megyei másodosztály Nyírerdő csoportjában élen végző Nyírmada nem vállalja a magasabb osztályt, így megnyílik az út a rakamaz előtt. Madalina György együttese július 5-én kezdi el a felkészülést. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Mintegy 100-an dolgoznak a kárelhárításon a jégverte szatmári térségben. Önkormányzati és önkéntes tűzoltók, valamint önkéntes mentőszervezetek a jégeső miatt megrongálódott épületek fóliázását végzik. A friss felmérések alapján már 1000-hez közelít a károsodott épületek száma. Folytatódott a Vasári Baromfi Kft. Áfacsalási ügye a nyíregyházi törvényszéken. A céget 2011-ben azzal gyanúsították meg, hogy fiktív számlák segítségével 1 milliárd forinttal rövidítette meg az államot. A vád szerint trükközésekkel jogosulatlanul igényeltek vissza áfát. Az esős időjárás miatt még fontosabb a növényvédelem idén nyáron a búzatermesztésben, azonban ennek ellenére is jó termésre lehet számítani az előzetes beslések szerint. Az aratás hamarosan elkezdődik, országos szinten közel 5 millió tonna búza kerül majd a magtárakba. A Kölcsei Televízió iradóját látták június 22-én szerdán. Friss hírekkel csütörtök este is várjuk majd Önöket. Műsorainkért és további híreinkért kattintsanak honlapunkra. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön is meleg napos időre számíthatunk. Anticiklon alakítja időjárásunkat, a magasban száraz meleg levegő helyezkedik el fölöttünk, tovább erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Csütörtökön napközben csak kevés gomoly felhő zavarja a napsütést, csapadékra nem kell számítani. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Front nincs a közelünkben, de a magasban zajló melegedés miatt gyenge meleg fronti hatást érezhetnek az arra érzékenyek. Extrém erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban kerülni kell a napon való tartózkodást. A következő napokban sok napsütésre van kilátás, a délutáni órákra erősebben megnövekvő gomoly felhőzettel, elvétve egy-egy záporral, zivatarral. Kimondottan meleg éjszakákra, napközben kánikulára, hőségre számíthatunk. Vasárnap és a jövő hét elején átmenetileg több lesz felettünk a felhő, akkor több felé várható csapadék és pár fokkal visszaesik a nappali felmelegedés mértéke.